106 évet kellett várni, hogy a MÁV hajdani vasútfejlesztési stratégiájának egyik legfontosabb eleme megvalósuljon. De most megvalósult. Az új déli összekötő vasúti Dunahíd átadóján elhangzott, hogy ez az átjáró az ország keleti és nyugati régióit köti össze, és ezen bonyolódik Magyarország vasúti tranzitforgalmának több mint 90%-a. Európa három kiemelkedően fontos transzeurópai vasúti koridorja vezet át itt Budapesten keresztül, amelyek összekötik egymással a holland kikötőket, vagy éppen Spanyolországot, Romániával, a Fekete-tengerrel, a Balkánnal, vagy éppen Ukrajnával. Kelet- és Nyugat-Európa között a legfontosabb vasúti kapcsolat vezet át itt Budapest déli részén, nagy elődeink Baross Gábor munkáját dicsérve. És az, hogy ennek a kapacitását növelni tudjuk, ez volt a másik fontos cél ennek a beruházásnak. A ma átadott vasúti összekötőhíd jelentősége sokkal nagyobb, mint azt elsőre gondolnánk, hiszen a segítségével jelentősen lerövidül a tehervonatok átjutási sebessége, valamint lecsökken, illetve megszűnik az éjszakai teherfuvarozás, amelyet eddig csak a vasúthoz közel lakók zavarásával tudtak megoldani. Az új összekötőhíd azonban a fejlesztésnek csak egy állomása, ugyanis ennek közbeiktatásával tudják majd kiépíteni a déli körvasutat, amelyre a mostani ismeretek szerint az Európai Uniótól jelentős forrásokra számítanak. A déli körvasút ezt a háromvágányos kapacitást, ami most itt a hátunk mögött elkészült, ezt kiterjeszti mindkét irányba, egyrésztről pesti oldalon a közvágóhíd érintésével egészen a Népliget térségéig összekötve a keleti pályaudvar felé, illetve ami ennél is fontosabb a 60 Gödöllő Miskolc felé vezető vágányokkal, illetve az Újszász Szolnok felé vezető vágányokkal, valamint a Debrecen felé vezető Szolnokon át Debrecen felé vezető fővonallal ezt a kapacitást, másik irányban pedig Budán szintén a ma kétvágányos vasútvonalnak a három, illetve szakaszosan négyvágányosra bővítésén dolgozunk, egészen Kelenföldig, ahonnan aztán Pusztaszabolcs, Székesfehérvár, Biatorbágy, és aztán persze Győr és Bécs felé is megnőne a vasúti kapacitás. Az új, több mint fél kilométer hosszú hídon napjainkban már naponta 150 személyvonat és 100 tehervonat halad át, és csak az itt átmenő utasok száma megközelíti az évi 3 milliót. A jelentős terhelés és a biztonságos vasúti közlekedés érdekében a legjobb minőségű elemekből és technológiával épült fel az összekötő híd. Ez az első olyan hídszerkezet, ami teljes monitoring rendszert kap. Ami nagyon fontos a hídnak az élete során történő vizsgálatokra. Az összes elektronika, ami ide kiépült, ennek várható élettartama 15 év. Elsőre ez nem tűnik soknak, de hogyha belegondoljuk abba, hogy milyen időközönként cseréljük a telefonjainkat, akkor az egy 15 évet elvárni egy elektronikai eszköztől ma, ez azért kiemelkedően magas élettartam. A 2019-ben elkezdett és ma átadott déli vasúti összekötőhíd egyik fontos szerepe, hogy ezen keresztül jut el napjainkban az Ukrajnából kihozott gabona Európába és Afrikába. Fejlesztésének a távlati céljai között pedig megfogalmazódott, hogy ez egyik legfontosabb csomópontja a 2050-es környezetvédelmi tervnek, amely a szállítmányozás környezeti terhelését 60%-kal csökkenti azáltal, hogy a fuvarozás felét a vasútra, illetve a víziútra viszi.